Augusztus végén ünnepelte 100. születésnapját a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A helyi önkéntes tűzoltóságot egy 1924-es természeti katasztrófa hívta életre, amikor is egy tornádó végig pusztította Biát és Torbágyot, sok-sok anyagi kárt okozva és életet követelve. A mostani ünnepség az egésznapos programoknak köszönhetően a történelem egyéb viharait is túlélő szakma szépségeit és sokoldalúságát is megmutatta. A Juhász Ferenc Művelődési Központban és annak környékén zajlottak a programok. Kezdésként reggel 9 órakor a Biatorbágyi Fúvós Kis Parti Zenekar adott elő egy félórás blokkot a szabad ég alatt a faluház melletti parkolóban. Mindeközben már gyülekeztek a tűzoltóautók a nem sokára induló felvonuláshoz, amelyben a helyi önkéntesek és polgárőrök mellett részt vettek a zsámbéki, a pátyi, a budaörsi, a budakeszi, a bicskei, a tárnoki, a bolhelymi és az alistári tűzoltók is. A közel egy órás felvonulás során a menet bejárta egész Biatorbágyot. Egy órától már várták a tűzoltójátékok, a piciket és nagyokat. Volt itt sugárszerelés, célvalövés fecskendővel, porraloltóhajító verseny és egyéb játékok is. Kíváncsiak be is ülhettek a tűzoltóautókba, hogy közelről is láthassák a lánglovagok guruló hétköznapjait. A faluházban különleges erre az alkalomra készült kiállítás is várta az érdeklődőket, akik a veterán tűzoltóautók mellett megnézhették azt is, hogy hogyan fejlődtek a tűzoltó felszerelések az elmúlt 100 évben. A programok a nagy meleg miatt ezután beköltöztek a faluház nagy termébe. A színpadon délután 2 órakor kezdődött a hivatalos ünnepség, ahol beszédet mondott Kovács Gábor, a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Tarján István, Biatorbágy polgármestere, Juhász Károly, tűzoltósági főfelügyelő és alezredes, valamint Hodút János, a Pest vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, aki egy emléklapot és egy herendi kupát adott át a 100. évforduló alkalmából a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltóság részére. Emellett Nagy Tibor tűzoltó parancsnok megkapta a Magyar Tűzoltó Szövetség Széchenyi Ödön emlékplakettjét. Győri Gábor, Jeneses Albert és Takács Tibor pedig bronzfokozatú lovagkereszt kitüntetést vehetett át. Az ünnepségen a bolhelymi tűzoltók egy szoborral lepték meg az egyesület tagjait. Az alistári önkéntes tűzoltók nevében Mozgai József tűzoltó parancsnok egy oklevéllel és egy szlovák harmadik fokozatú érdemrenddel ismerte el a biatorbágyiak munkáját. Bors Tamás, Csepilek István és Nyírő Tibor a zsámbéki önkéntesek részéről szintén egy a 100. évfordulóra készült emléktárgyal készültek az ünnepre. Zárásként Nagy Tibor a biatorbágyiak parancsnoka mondott rövid beszédet. Ezután tűzzsonglőrök varázsolták el a nézőket a nagy terem fél homályában. Ezután a női test hajlékonyságát előtérbe helyező fit pole, azaz rúdsport bemutató következett. Az ünnep és a nap zárásaként egy igazi műszaki mentést is bemutattak a faluház melletti parkolóban.
élőben követhették az érdeklődők az autó áramtalanítását, bontását, és bizony a híres feszítő vágó is előkerült. Bízunk benne, hogy a következő 100 év is sikerekben és fejlődésben gazdag lesz az Egyesület életében, és hogy egyre több önkéntes tapasztalhatja majd meg, hogy milyen együtt haladni a hagyomány, az elkötelezettség és a bátorság útján.